A mostani videóban azt nézzük meg, hogy hogyan állíthatjuk meg a hajhullást, mivel tudjuk serkenteni az új hajszálak növekedését, és miként erősíthetjük meg a hajszálakat. Szeretettel köszöntök mindenkit! A hajhullás a legtöbb esetben valamilyen hormon egyensúlytalansággal függ össze, ezért mielőtt bármit szedünk, gondoljuk át ezt először, hogy a problémát hosszú távon a gyökerénél is kezeljük. Mielőtt elkezdenénk megoldani, gondoljuk vissza, hogy mikor is kezdődött a probléma, mivel lehet összefüggésben a hajhullásunk, vagy a hajállapot romlásunk. Ebben a videóban olyan megoldásokról fogok beszélni, amelyek a legtöbb hajhullás, hajvesztés vagy hajállapot romlásnál nagy valószínűséggel segíteni tudnak. A legjobb kiegészítő táplálék az új hajszálak növekedésének serkentéséhez és a meglévő hajszálak megerősítéséhez a hidrolizált kollagén. A kollagént por vagy kapszula formában tudjuk pótolni, de a por az mindenképpen előnyösebb, mivel egyszerű vele nagyobb dózisokat bevinni. A kollagén a legextrémebb fizikai állapotokban is képes elősegíteni a hajszál növekedést, eredményes autoimmun betegségek során jelentkező hajhullásnál, foltos hajhullásnál, hajritkulásnál, hajszál vékonyodásnál, és még 70 év felett is képes fiatalos dús hajat varázsolni a fejünkre. A hidrolizált kollagén prolinból, glicinből és hidroxiprolinból tevődik össze. A hajszál növekedésért a nagy rész az utóbbi aminosav a felelős, tehát a hidroxiprolin. A kollagén a hajszálak jobb vérellátását is elősegíti, ami azt eredményezi, hogy a hajhagymák és a hajszálak több vitaminhoz és nyomelemhez jutnak ezáltal, így erősebbek és egészségesebbek lesznek. A megfelelő hatás eléréséhez a kollagénporból naponta 10-15 g-ot vigyünk be valamilyen italban elkeverve. Ajánlom figyelmetbe a multikollagént, melyben 4 forrásból van jelen kollagén, van benne normál marha kollagén, marha csontokból kivont kollagén, hal kollagén és tojáshéj membrán kollagén is. A nyomelemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egészséges hajszálaink legyenek. Sajnos ugye mindennapi ételeinkben egyre kevesebb a nyomelem, így pótlások étrendkiegészítővel legalább annyira fontos, vagy talán még fontosabb, mint a vitaminok pótlása. A cink, a réz, a mangán, a szelén, a jód és mások. A cink hiány hajhullást és a hajszálak vékonyodását okozza, a vas hiány hajhullást okoz, a jód a pajzsmirigyre való hatásán keresztül befolyásolja ugye a hajnövekedést, a rét és a szelén a haj ellenálló képességét növeli, a kén pedig a haj erősségéhez és rugalmasságához kell. A nyomelemeket érdemes nyomelem komplexel bevinni, tehát amiben az összes nyomelem megtalálható, jól hasznosuló formában. Az alacsony B-vitamin szint szoros összefüggésben van a hajállapot romlással, elsősorban amiatt, mert a B-vitaminokat termelő bélflóra állapota leromlik. Ezért gyakori a hajhullás például antibiotikumos kezelések után. A B-vitaminok közül a B7-re, vagy másik nevén a biotinra szükség van olyan enzimek előállításához, amelyek fontos szerepet játszanak a hajszálak felépítésében. A biotin nagyon sok ételben benne van, megtalálható, így hiánya szinte minden esetben azzal függ inkább össze, hogy a bélflórában lecsökken azon baktériumok száma, amelyek biotint állítanak elő. Tehát a hosszú távú megoldás nem a biotint pótolni étrendkiegészítővel, hanem a bélflórát regenerálni kefirrel, sok zöldséggel, savanyú káposztával, időszakos bőjtöléssel, probiotikus készítményekkel. A B-vitaminokat én sörélesztő pehelyel pótlom, nem szedek B-vitamin, B-komplexet, egyedül B1-et szoktam pótolni kapszula formában. Ösztrogén dominancia vagy a menstruáció adott szakaszaiban vagy fogamzásgátlók szedése alatt jelentkező hajhullás esetén a keresztes virágú zöldségek és a természetes jód bevitelével tudjuk támogatni a hajhagymákat és a hajszálakat. A túl sok ösztrogén hajhulláshoz vezet. A keresztes virágú zöldségek, mint a brokkoli, káposzta, karfiol, leveleskel, pákcsoly, retek, rukkola, és a természetes jód, ami például az algákban található meg jelentősebb mennyiségben, ösztrogén szabályzó hatással bírnak. A következő a szilícium-dioxid, melynek egyik
praktikus fogyasztási formája az étkezési kovaföld. A szilícium jelentősebb mennyiségben van jelen az aortában, a légcsőben, a csontokban és a bőrben. Hozzájárul a hajszálak rugalmasságához, tehát kevésbé fog töredezni a haj, serkenti a kollagén termelődést, javít a hajhagymák vérellátásán, illetve elősegíti a haj nedvesebb, hidratáltabb állapotát. A szilícium-dioxidot étrend kiegészítővel tudjuk pótolni egyszerűen. Nagyon sokan valamilyen komolyabb stressz esemény után kezdik elveszíteni a hajszálaikat, ebből következtethetünk arra, hogy a hajhullásban nagy valószínűséggel a stressz is közrejátszik bizonyos mértékben. A fő stresszhormon, a kortizol, rendkívül romboló hatással van a kollagénre, a fehérjékre. A stressz szintünket, a szorongásunkat a gondolkodásunk megváltoztatásával, a több alvással, a rendszeres testmozgással, a több kikapcsolódással és a bélflóra regenerálásával tudjuk normalizálni. Infravörös fénnyel, infralámpával is kezelhetjük a fejünket. Az infrafény kifejezetten a fejtetőre koncentrálódó hajhullásra jó, tehát amikor a fej tetején hullik főként a hajunk. Következőnek ajánlom figyelmetbe azt a videót, amelyet az őszülés késleltetéséről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedved, és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!